Ugye maga a csomagolás tervezés, vagy grafikai tervezés az egy alkalmazott művészeti ág, hogy nem önmagáért kell, hogy jó legyen. Van egy szép festmény, ami szerintem szép, nekem tetszik, az attól még nem fog tudni működni. Grafikai tervezés összes vizuál kommunikációs eszköze befolyásolják a vásárlási döntéseinket. Mind a szín, mind a tipográfia, mind a kompozíciója. És itt is az van, amit mindig hangsúlyozok, nem szabad örökérvényű szabályokat ráhúzni, ráerőltetni a termékünkre, hanem tudnunk kell megvizsgálni, hogy kinek, mit és hol szeretnénk eladni. Terméktervezőként az egyik legmarketing szemléletűbb termék, amivel operálni tudunk, az a fogyasztói csomagolás. Nyilvánvalóan egy nagyon erős kapcsolat van a grafikai tervezés és a csomagolás között. Viszont a csomagolást, hogyha önmagában nézzük, akkor az alapvető funkciója az, hogy segítse nekünk a tárolást, mint például egy ásványvíznél elég nehéz lenne ugye a vizet másképpen tárolni, meg árusítani, hogyha nem lenne nekünk egy PET palackunk, vagy egy üvegünk. Ugyanakkor az is, hogy védi a terméket a külső fizikai behatásoktól. Nyilvánvalóan vannak járulékos funkciói is, mint hogy a logisztikában szerepet nyújt, mint a zsugorcsomagolás, vagy a raklapozás. Ugyanakkor amit most marketing szempontból legerősebben vizsgálnunk kell, az az, hogy el is ad. Egy termék csomagolás akkor működik, akkor tökéletes, hogyha a csomagolás önmagában képes már megnyomni a fejünkben azt a gombot, hogy nekem ez kell, ezt én szeretném megvenni. Ezt a gombot bármilyen meglepő, és ahányan a termékünket meg akarják venni, a vásárlási döntéseink, és tudom, hogy ez meglepőnek hangzik, de 73%-a a polc előtt dől el. Magyarán, ugye lecsupaszítva, 4 termékből 3-at az alapján döntünk el, hogy melyik csomagolás tetszik nekünk. Nyilvánvalóan itt majd a későbbiekben kitérek rá, hogy vannak tartós fogyasztási javak, és vannak nem tartósak. Itt azért meg kell tudnunk különböztetni, hogy nyilvánvalóan nem a csomagolás kinézete alapján döntjük el, hogy azt a Sony fényképezőgépet veszem meg, vagy másikat, viszont azoknál a termékeknél, amik gyors fogyasztásúak, kisebb költséggel bírnak, ott igenis az nagyon is mérvadó. Egy csomagolás és a fogyasztónak az interakcióit, hát tulajdonképpen 3+1 szempont szerint vizsgáljuk. Az első, amikor megismerkedünk a termékkel. Lehet ez, hogy éppen nekem ajánlod, milyen jó az az üdítő, mennyire jól működik az a mosópor, hallom a reklámban, tévében, rádióban. Viszont az első fizikai találkozásom az maga a vásárlási térben, a vásárlótérben történik. Itt is tulajdonképpen megkülönböztetünk közelségeket. Ugye, amikor sorok között megyek, akkor a polc végén lehet, hogy egy zászló jelzi, hogy már pedig itt vannak a kávék. Én végigmegyek a soron, hogy már pedig nekem őrölt kávék kellenek. Oda lépek a polckép elé, és az alapján fogom eldönteni, mivel látom, hogy ott egyben vannak az őrölt kávék, hogy nekem melyik csomagolás tetszik. Viszont, amint oda lépek a polchoz, másfél méterre vagyok tőle, leveszem a kávét, érzem, milyen a tapintása, érzem, milyen súlyos, megfordítom, és elkezdem megnézni, hogy ez a Lavazza kávé például Olaszországból, vagy milyen típusú kávéból származik. A vásárlás, ha úgy döntök, megtörténik, megveszem. Következő lépés az tulajdonképpen maga a fogyasztás. És furcsán hangzik, de ez a fogyasztási lépés, ez egyben van kötve azzal is, hogy szállítás. Ha elképzeljük azt a feltételezést, hogy ez a kávé például nem egy kézzel fogható, hanem egy hatalmas 500 kilós hordóban van. Vagy például egy olyan nagy mennyiség, hogy én azt nem tudom később tárolni, és ezáltal használni, fogyasztani. Itt például egy nagyon jó ellenpélda arra, hogy az Egyesült Államokban ugye szeretnek mindent
XXL nagy chips, 3 literes Coca-Cola és hasonló dolgokban árusítani, és elég nagy hasraesés volt abból, amikor a Coca-Cola megpróbálta a mediterrán területeken, Spanyolországban eladni ezeket a 2,5 literes kóláit. Ugyanazt a terméket, ugyan más kontextusba áthelyezve megpróbálta eladni, csak azzal nem számolt, hogy a spanyol embereknek nem a kétajtós hűtő áll rendelkezésükre, hanem sokszor csak az asztal alatt, konyhapult alatt, és egyszerűen nem tudták használni a 2,5 literest, nem ugyanúgy fogyott, mint például az Egyesült Államokban. Ezért nagyon fontos, hogy a vásárlói viselkedést elemezni tudjuk, és az alapján csomagoljuk a mértékét is annak a terméknek, mert nagyon nem mindegy. És ugye a harmadik pontja az interakciónak, az pedig az utóélet. Amikor elfogyott, ugye egyre népszerűbb most már beszélni arról, hogy hulladékfeldolgozás, öko, komposztálható, újrafelhasználás, ezeket mind-mind-mind utóéletnek hívjuk. Ugye sokan vagyunk, hogy egyszer megvettük a kávésdobozt, utána már csak a zacskót kell, és mindig ugyanabba újra töltjük. Ez tulajdonképpen egy helyes és környezetbarát döntés. Ezt a dizájnt jónak minősítjük, mert bár igen, azt a dobozt egyszer legyártották, és biztos, hogy van szemmel látható ökológiai lábnyoma, de után töltjük, és magának a terméknek, a csomagolásnak egy második életciklus tudunk kölcsönözni. És ugye korábban említettem, hogy nem minden esetben a csomagolás kinézete vagy gusztusossága az, ami meghatározza nekünk, hogy nekem ez kell, vagy sem. Itt egymástól megkülönböztetjük tulajdonképpen a tartós és a nem tartós javakat. Egy chipset az alapján döntök el, hogy impulzusból nekem kell, vagy nem kell. Megkívánom-e. Tetszik-e, hogy csilis? Ó, tökéletes, hazaviszem magammal. Viszont amint én a között vacilálok, hogy én nekem most hány megapixeles fényképezőgép kell, összehasonlítom, hogy annak milyen csatlakozója van, milyen SD kártya kell bele, esetleg egy másfajta termékjellemzők alapján, de a leírás alapján, a termék specifikációja alapján fogom eldönteni, hogy nekem A termékkel vagy B termékkel. Ugyanezt lehet mondani a luxus cikkeknél is, mert bár csábító a csomagolása, de egyéb termék jellemzők, például az illat alapján fogom eldönteni, hogy nekem az A parfüm kell, vagy a B parfüm kell. Ugye sokszor mondjuk ezt, hogy a design az nem egyenlő művészettel, hanem az egy tervezői gondolkodás, és talán a legjobban apostrofálható példa az az IKEA mécseseinél, a Glimma elnevezésű mécseseinél volt felfedezhető. 2003-ban rájöttek, hogy az összes termékük közül ez a 100 darabos, egy műanyag zacskóba ömlesztett 100 darab mécsesről szóló termékről van szó. Ennél a terméknél volt pedig számtalan IKEA terméket ismerünk, ahol a legtöbb levegőt szállították a termékkel együtt. Ezt a legtöbb levegőt rájöttek, hogy mivel általában abba a kartondobozba, amiben bele tudtak rakni egységnyit, ez azt jelenti, hogy egy kartondobozba 252 fért el, a rakodók ugyanazt rakták rá a raklapra, majd az IKEA-ba kitolták az eladótérbe. Amint ezt a problémát megpróbálták megoldani, és bár igen, beruházással járt az IKEA-nak, meg kellett venni az új csomagológépet, át kellett alakítani a rendszert, viszont ezzel az átalakítással, hogy mátrix-szerűen 20-20-20-20, tehát 5 sorba helyezték el a gyertyát, és zsugorfóliázták, ezzel hatalmas mennyiséget tudtak spórolni, és az eddigi 250 helyett 360 darab 100 darabos mécses készlet fért el egy kartondobozba, és amint ezt elkezdjük tovább gondolni, már is az van, hogy azzal, hogy kirakodjuk, ugye ha egységnyi darabot szeretnénk eladni, naponta 45 percet spóroltak az IKEA munkatársai, ezt tovább göngyölítve 400-zal kevesebb kamion közlekedett az utakon, aminek következtében 21%-kal csökkent a káros anyagkibocsátás és az üzemanyag is. Tehát ezzel az egyszerű, bár spórolás indikálta tényezővel, az ökológiai lábnyomukat is csökkenteni tudták, tehát igenis egy összetett, több tényezős, tervezői, mérnöki gondolkodást igénylő feladat, a csomagolás tervezés, az nem egyenlő azzal, hogy színezgetünk. Nyilvánvalóan a dizájnnak borzasztóan nagy, és a kinézetnek is borzasztóan nagy szerepe van
a fogyasztói döntések során, mind pszichológiai, érzelmi, tehát affektív, mind pedig tudatos és kognitív oldalról próbáljuk megközelíteni ezt a dolgot. Amikor valamilyen affektív, tehát érzelmi alapon döntésről beszélünk, akkor általában a legtöbb az zsigerből jön, évmilliók óta úgy vagyunk kódolva, hogy ami szimmetrikus, az számunkra szép. Amelyik termék dizájnjában, kialakításában felfedezzük a Fibonacci spirált, ezt ugye az aranymetszés szabálya szerint, azonnal egy tökéletességet, egy olyan rendszerelvű tökéletességet vélünk benne felfedezni, és afelé fogunk vonzódni. Nagyobb vásárlási hajlandóságot tudunk ott stimulálni. A másik nagy pszichológiai hatás, ami az ingerre érkező válasz, az pedig a kognitív, azaz a tudatos, tanult hatása a reklámüzenetnek, a csomagolásnak az emberi érzékelésre. Ez nem az affektívhez hasonló önkéntelen örökölt, hanem racionális, és tulajdonképpen a tapasztalt világból jövő tudásunkat próbálja előidézni. Ilyen például az, hogy a férfi vagy női vásárlónak szeretnénk azt eladni, vagy akár lokálisan, ugye egy távol-keleti embernek az a fehér, letisztult, minimalista dizájn, ami most nagyon népszerű nyugaton, Európában állunk is, ugye, az nekik egy puritánságot, egy szegénységet, és pont, hogy nem a high-end, a nagyon-nagyon minőségi és letisztult csúcs technológiát apostrofálja. Ezért itt is nem tudom eleget hangsúlyozni azt, hogy mindig kontextusában kell vizsgálnunk, hogy maga a tervezésünk az hol és kinek szól. Ezeket a befolyásoló tényezőket nem csak szubkulturálisan vagy kultúrákra bontva lehet ezt külön választani vagy szeparálni. Hasonló csoportokat tudunk megkülönböztetni, például a vegánok, a cukorérzékenyek, a lisztérzékenyek. Ugye mi azokat a termékeket kezdjük el keresni, amin rajta van a kis vegán címke jelölés. Tehát ez nem egy örökölt tulajdonság, hogy ez bennünk van, hogy mi nekünk azokat kell. Tudjuk, hogy amin rajta van, abban mi megbízhatunk, olvassuk textuálisan, azt próbáljuk mi úgy felfogni, hogy arra nekünk szükségünk van. Viszont azon kívül, hogy egy csomagolásnál, és ez itt a legnagyobb előnye talán a sima grafikai tervezéssel szemben, hogy multiszenzorosan, azaz több érzékszervünkre együtt hatva tud egy teljes egész nyújtani a csomagolásunk. Ha csak visszakanyarodunk a kávéra, akkor szerintem mindannyian tudjuk, hogy minden egyes kis kávét a arcunkhoz közel emelve érezzük az amatát, tudjuk, hogy mit várhatunk tőle, de vannak olyan csomagolások, ahol ezeket tudatosan használják. Például az Ervik illatosító csomagolásán direkt van egy illatmintasarok, ahol ha megdörzsöljük, akkor betekintést enged abba, hogy idézőjelben betekintést természetesen, hogy milyen illata lesz annak a terméknek, hogyha otthon bedugom a konnektorba. De ugyanígy tudunk hatni például haptikusan, azaz tapintással is az emberre. Egy luxus kozmetikai cikket, hogyha egy érdes papír zacskóba szeretnénk mi becsomagolni, akkor nem azt a víziót sugalljuk, mint amit szeretnénk. Viszont amint egy bársonyfóliát, egy puha tapintású, már-már ilyen ruganyos, gumis tapintású fóliával bevonjuk azt az arckrémet, akkor már előirányozzuk azt, hogy amint felkened magadra, neked legalább ilyen sejmes lesz az arcod, legalább ilyen tapintása lesz. Már-már egy jövőképet, egy víziót mutat neked, hogy egyszerre hat a szemedre és a tapintásodra is, és bízol benne, hogy igen, én pont ez az a tapintás, már egyből összeköti az agyam, hogy erre van szükségem. Ugye a harmadik nagy érzékszervünk az pedig a hallás, ahol ha bármilyen szokatlan, igenis a csomagolások hatnak a hallásunkon keresztül is ránk. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy
előveszünk egy kicsit dobozt, és megrázzuk. Szinte mindannyian halljuk most, hogy a kis tiktak az zörög abban a műanyag zacskóban. Ez a védjegyévé vált a tiktaknak. De ha a másik oldalról közelítjük meg, akkor a PepsiCo-nak volt egy olyan csomagolása a szánchipszel, ahol ugye most egy nagyobb teret hódít, hogy a csomagolás önmaga is legyen ökó. És ugye vannak ezek a biológiailag lebomló polimerek és műanyagok, és több évnyi kutatással próbálták azt megcsinálni, hogy márpedig a chips, az chipses zacskó az önmagában, hogyha elássuk, akkor az idő után komposztálódik. Nagyon jó, nagyon nyitottak voltak rá az emberek, el is kezdték venni, de egyetlen egy valamivel nem számoltak, hogy ez a zacskó sokkal hangosabb. Hogy mennyivel hangosabb, annyival hangosabb volt, hogy 100 decibelt meghaladó, tehát olyan, mintha én most itt elkezdenék nagyon-nagyon hangosan beszélni és kiabálni, egyszerűen nem tudtak közben filmet nézni, nem tudtak társas életet élni. Elindult egy olyan ellennyomás a chipses zacskóval szembe, hogy a gyártó kénytelen volt visszavonni, és azt mondani, hogy gyerekek, akkor maradunk az eredeti zacskónál, mert ez ennyit neki nem ér meg sajnos. És ugye amikor ennek nézzük, hogy miért, ugye ezért is egy nagyon komplex és mérnöki feladat az, hogyha csomagolást tervezünk, nemes egyszerűsége azzal nem számoltak, hogy ezek a molekulák, ezek az anyagok, amik lebomlanak, ezeknek a polimereknek az üvegedési hőmérséklete a szoba hőmérséklet fölött volt, ezért sokkal hangosabban ütköztek, zörögtek egymásra, és ezért volt egy ilyen borzasztóan érdes, hangos hangja. Ha erre rákerestek, akkor egész biztosan számtalan ilyen videót fogtok találni, még a mai napig is YouTube-on, mert baromi nagy ellenszélben volt, és kénytelenek voltak visszahívni. Ugye korábban említettem ezt a haptikus, az érzékelést, nem csak kézzel, de szemmel is tudunk satszolni, hogy az abba a csomagolásban vajon mennyi a töltőanyag, hány kilogramm, hány liter, és el tudjuk dönteni, és igenis ez nekünk hatással van a fogyasztásunkra is. Csináltak egy olyan kísérletet, hogy ugyanabból az olajból egy literes üvegbe egy litert raktak, és egy két literes üvegbe a felét, tehát pontosan egy-egy liter töltőanyagot raktak bele, csak az egyik egy két literes csomagolásban volt, a másik pedig egy literesbe. Teli és félig teli. Azt vették észre, hogy a fogyasztók sokkal hamarabb akartak újabb olajt vásárolni, mert a kvázi családi nagy kiszerelés az nagyobb fogyasztásra sarkal engem. Tehát minél nagyobb maga a csomagolás, az én fogyasztásom, persze vannak kivételek, de az én fogyasztásom sokkal nagyobb lesz. Nyilván ez alól kivételt képez az olyan termék, ami kis mennyiségben is hatásos, például egy fehérítő, abból csináltok egy 5 literes, nem fog több fehérítőt hozzáadni a ruhákhoz, mert pontosan ugyanannyira effektív lesz. Viszont például az olajnál és ezeknél a fogyasztási cikkeknél nagyon-nagyon megnőtt az a mennyiség, amelyet felhasználtam mondjuk egyetlen egy sütéshez. Nyilvánvalóan itt akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy oké, de akkor mekkora is legyen, meg hogyan csomagoljam? Nagyon sokszor eltér a vélt és a valós méret, viszont számtalanszor találkoztunk olyannal, és egy pár éve volt egy ilyen kezdeményezés a sörgyáraktól, hogyha emlékeztek, hogy megjelentek a dobozos sörök, de 4 decis formában. Azt hiszem, hogy sokunk legnagyobb bánatával vettük ezt észre, hogy bár azt hittük, hogy ugyanakkora, és nagyon ügyesen így sikerült egy áremelést egyébként belecsempészni. Egyszerűen ez azzal magyarázható, hogy az emberi szem az a legtöbbször 2 dimenzióban tud becsülni. És hogyha elképzeljük, általában a szélességében nem tudnak annyira változni a dolgok, de mondjuk, hogy egy házat kell megállapítani, akkor általában fölfelé úgy mindent rövidülve látunk. És ezért van az, hogyha egy terméknek a magasságához nyúlunk, akkor befolyásoljuk a fogyasztónak a becsült érzetét. Tehát, hogyha a sörünk ugyanolyan magas, de egy picit keskenyebb, akkor ők nem fogják azt tudni, nem fogják észrevenni, hogy az 5 deci helyett csak 4 deci. Mert egyszerűen az az egyetlen egy támpont, amihez egyszerűen ösztönösen mi viszonyítunk, hogy milyen magas a termékünk. De hogyha onnan próbáljuk megközelíteni, hogy
összesen hogyan néz ki, és ha maradjunk akkor a sörös példánál, Soproni sörgyár volt az, aki először bevezette a multipakkot, ugye, hogy egy zsugor fóliába összecsomagoltak 6 darab sört. Na jó, de miért pont ennyit, és miért pont így? Azt vették észre, hogy egy átlagos fogyasztó az a kasszánál 4,5 doboz sört vesz. Nyilvánvalóan fél doboz sört nem lehet venni, de 4,5 doboz sör, amit egyszerre egy fogyasztó az átlagosan megvásárolt. Szerették volna azt, hogy ezt növelni tudják. Nyilván, hogyha bevezetnek 2+1 akciót, meg alacsonyabb áron, mindennek azért van egy gazdasági vonzata. Viszont amint az volt, hogy a söröket 6-ossával zsugorfóliába rakták, és az egységnyi, tehát egyesével picit lejjebb vitték az árukat, egymástól nem külön választható, ezzel rejtve azt tudták, csúnya szóval mondva, eladni, hogy az emberek ne 4,5 sört vegyenek egybe, hanem 6-ot. És onnantól kezdve nőtt a sört fogyasztás is, és az egyik legsikeresebb akciója volt azóta is, amit a többi sörgyár is átvett. A csomagolás szakterületeinél ugye itt elég sokat említettük eddig a műszaki tervezésnek a fontosságát, illetve a vizsgálatát, mind anyagszerkezettani, nyomdai tekintetben, itt gondolva a felületkezelésekre. Nagyon fontos a grafikai tervezés is, és ez egy vitathatatlan, de nem egy kizárólagos tényezője a csomagolásunknak. Ugye maga a csomagolás tervezés, vagy grafikai tervezés az egy alkalmazott művészeti ág, hogy nem önmagáért kell, hogy jó legyen. Van egy szép festmény, ami szerintem szép, nekem tetszik, az attól még nem fog tudni működni. Ugye megint ez a dizájnnak az alapelvei, hogy attól még, hogy valami szép, az nem elégséges. Szükséges, de nem elégséges, és kell, hogy annak egyéb közlést is tudjak adni, egyéb információtartalmat is biztosítani tudjak. Minden egyes csomagolás tervezésnél a design thinkingnek a folyamatán pontosan ugyanúgy végigmegyünk, mint bármilyen design tervezésnél. Feltárjuk a problémát, azt definiáljuk, elkészítjük rá a terveket egy brainstorming során, prototípusokkal, és utána pedig ezeket teszteljük. Grafikai tervezés összes vizuál kommunikációs eszköze befolyásolják a vásárlási döntéseinket. Mind a szín, mind a tipográfia, mind a kompozíciója, és itt is az van, amit mindig hangsúlyozok, nem szabad örökérvényű szabályokat ráhúzni, ráerőltetni a termékünkre, hanem tudnunk kell megvizsgálni, hogy kinek, mit és hol szeretnénk eladni. Bármilyen meglepő, vannak olyan esetek, amikor egy csúnyább csomagolás az nagyobb vásárlás és elégedettséget indukál, mint a rosszabb csomagolás. És leginkább ezt az ízléssel tudjuk kapcsolni. Abban az esetben, hogyha egy nagyon magas termékminőségnél egy csúnyább csomagolásba csomagoljuk, elképzeljük, hogy egy isteni bombont szeretnénk eladni, de egy csúnya csomagolásba, akkor vagy egy átlagos csomagolásba, akkor az átlagos csomagolás a fogyasztást azt csökkenti, viszont az elégedettséget azért fogja növelni, mert nem számítottam rá, hogy ilyen jó csokit kapok, pedig ronda volt a csomagolása idézőjelbe. Még ha ezt fordítva nézzük, ha nagyon túl csomagoljuk azt a terméket, tehát egy átlagos termékminőségű terméket, egy nagyon high-end, nagyon kifinomult és nagyon precízen kidolgozott csomagolásba próbáljuk el értékesíteni, akkor kibontás után egy vevői elégedetlenség lesz, mert van egy nagyon magasan támasztott igényünk, de ahhoz képest nem hozza a termék a minőséget. Onnantól kezdve ezt a vásárlót elvesztettük. Nem tudunk vele mit kezdeni sajnos. És ugye a design kiemelt feladata önmagában az, hogy felkeltse a figyelmet, és utána közölje, hogy mi az, amit szeretnénk vele, hogy felkeltse a figyelmet, és mi az, amit szeretnénk átadni, mi van a termékünkben, mi maga az a termék, és hogy hogyan tudjuk ezt könnyen használni. A grafikai tervezésnek és a csomagolás tervezés grafikai tervezésének egy igen nagy szegmense a színek használata. Amikor mi színekről beszélünk, akkor megint bejönnek azok a kulturális különbségek, bejönnek azok a tanult és örökölt dolgok, amiket nem tudunk megkerülni.
Gondoljunk csak bele, talán tökéletes példa erre a Heinekennek a vörös csillaga. Milyen egy szembenállással találkozott az egyébként egy normál szimbólum, de egyszerűen több dimenzióba kell gondolkodnia a tervezőnek, hogy az a szimbólum bizonyos területeken, bizonyos időbe, bizonyos embereknek ellenérzést és kontraproduktíven hatva fog a vásárlási elköteleződésemre hatni. Tehát én nem fogok tudni 56-ban egy vörös csillaggal eladni egy sört. Bármilyen jó sör az, bármennyire profi designer tervezte, azért, mert egyszerűen kontextusában kell vizsgálni a terméket is, és nem csak mikrokontextusában, hogy jól passzoljon az üveghez, hanem hogy alkalmas-e Magyarországon 57-ben mondjuk egy vörös csillagos sört eladni, vagy sem. Ugye rengeteg kódolt üzenete is van a színeknek, amit leginkább mi hát már eltanultunk, vagy már összekötöttünk, de ezeknek is mindig van egy mélyen rejlő, tudatalatti, ösztönös és az evolúció során kialakult szinesztézia. Hogy ami mondjuk piros, az egy érett gyümölcsöt, az egy édes ízt, azt ezek a meleg, telített, vöröses színekkel mindig azt asszociáltatjuk, hogy ez valami édes és jó termék. De mondjuk amint egy vörös-sárga, vörös-piros kontrasztba állított színt is megjelenítünk a csomagoláson, egyből egy csilis termék, egy csípős, egy paprika képe jelenik meg a szemünk előtt, és épp bőven elég végiggondolni a chipses zacskókat, legtöbbször fekete, sárga, piros, ezekkel a színekkel hat ránk, és nem csak ez az asszociáció miatt, hanem egyszerűen ezekre a színekre, mint például a vörös, felgyorsul a szívverésünk. Pontosan ezért van az, hogy felgyorsult szívveréssel több energiára van szükségünk, ezért van az, hogy a legnagyobb étteremláncoknak például rendszeresen a vörös szín megjelenik a logójukba, egyszerűen étvágyat csinálnak azzal a színnel. De hogyha másik asszociációt nézünk, kékről mindenkinek egy hideg, nedves, fázós dolog jut eszünkbe. Nem véletlen az összes gyorsfagyasztott terméken meg kell, hogy jelenjen a kék, mert egyszerűen, hogyha ott próbálnánk egy ilyen pirosas és egyéb másfajta színekkel operálni, akkor egy ilyen belső diszonancia alakul ki a vásárlóink fejében, hogy ezt most a polcfeltöltő rossz helyre rakta, azért rakta a mélyhűtött áruk közé, vagy nem értjük teljesen. De ugyanilyen például a savanyúságoknak a zöld és a sárga, ami az éretlen gyümölcsnek, az éretlen zöldségnek az emlékét eleveníti fel bennünk, vagy hogy a sós, a fehér és a kék színeket használjuk, nem véletlen, hiszen milyen például a tengerek színe? Kék. Só, kiül a só, fehér. Tehát ha összekötjük és végig, nem is gondoljuk ezeket végig, mégis valahogyan, ha nem lenne kiírva, hogy só, akkor is a csomagolások alapján el tudnám dönteni, hogy az most liszt csomagolás, vagy pedig só csomagolása. Úgyhogy ezek mind-mind-mind nagyon-nagyon fontos tényezők, amikor csomagolásokat tervezünk. A vizualitásnak az egyik legerősebb eszköze a színeken kívül, de hát a színeknek tulajdonképpen egy összessége a kép. Amikor a színek összeállnak egy képé, akkor azért nagyon fontos elem nekünk a csomagoláson a kép, mert egy szöveghez közelebb kell menni, értelmezni, elolvasni, míg egy képet sokkal könnyebben dekódolunk, sokkal könnyebben asszociálunk, sokkal könnyebben vált ki belőlünk régi érzéseket, érzelmeket, hozzákötünk emlékeket, és ez nagyon-nagyon fontos. Itt is mint mindenhol, és tudom, hogy ez ilyen furcsának hangzik, mindig van az éremnek egy másik oldala. Egy 2011-es kutatás szerint nem minden terméknél jó, hogyha képet rakunk rá. Egy kis márkaismerettséggel bíró terméknél igenis fontos, hiszen egy kicsit árulkodnunk kell, hogy mi is van benne. Viszont amint egy olyan termékről, ami nagy márkaismerettséggel bír, akkor nekünk az, hogy rajta van a márka, vagy rajta van-e a kép a terméknek, vagy valamilyen asszociálható kép hozzá, tálalási javaslat, vagy hasonló, nem tudunk olyan vásárlást indukálni. A nem ismert márkáknál a kép és a nem képpel ellátott csomagolások között kétszeres eladást tudtak indukálni azzal, hogy képet raktak rá. De nagyon-nagyon fontos a képnek a pozíciója is. Itt megint vissza tudok kanyarodni azt, hogy a vélt és a valós méret. Vaktesztekkel néztük meg azt, hogy
Hogyan satszoljuk meg a terméknek ugyanabban a csomagolásban lévő terméket, egyszerűen a képnek a pozícióját megváltoztatva egészen másképpen satszolták a termékünknek a töltősúlyát. Amint a kép az termék csomagolásunk alsó részén szerepel, sokkal súlyosabbnak, egyszerűen olyan, mint hogy így lesüllyed, ott van az alján, egy olyan tömeget tudtunk vele biztosítani, és hangsúlyozom, itt ugyanazt a képet próbálták meg különböző helyen pozícionálni, és amikor egy terméket tömöttnek, nehéznek próbálunk, akkor a képet a termékcsomagolás aljára érdemes tenni, míg általában, amikor össze akarjuk, asszociáltatni akarjuk valami könnyed, légies dologgal, akkor ezeket érdemes följebb rakni. Ugye egy márka életében az arculati elemek, ami nagyon fontos szerepet kell, hogy betöltsenek, és nyilvánvalóan minden csomagoláson rajta kell lenni, hogy milyen márkáról beszélünk. Ugye az arculati elemeket sokféle szempont szerint tudjuk kategorizálni, a szín, logó, szlogen, forma, viszont itt bejön egy olyan a termékeknél, a márka karakter, ami egy nagyon-nagyon érdekes területe egyébként a termékeknek és az arculati elemeknek. Minden termékmárkánál a logó és a termék megnevezése az egyik legfontosabb. Viszont megint az éremnek a két oldala, a logó helye. Ugye, hogyha elképzeljük, mindenki úgy gondolja, hogy a logó középen, fönt van a legjobb helyen minden terméknél. Ez önmagában véve sajnos egy fals állítás, ugyanis megvizsgálták kávéknál, hogy például Starbucks kávéknak, kávés dobozoknak, amennyiben fönt van a logója és lent van, illetve egy másik, egy instant poros kávénak, fönt vagy lent, de nem ismert márkát, egy fiktív márkát létrehozva, sokkal valószínűbben vásárolták akkor, hogyha a márka jelzés, a logó a terméknek az alján van, és nem a tetején, hogyha az egy nem ismert márka. Valahogyan itt is összekötjük azt, hogyha valamit, mint elképzelnénk egy vásznat, valamit föntre helyezünk el a képet, ott a kompozícióban fönt helyezkedik el, akkor az elvárt termék minőség is sokkal föntebbre kerül. Magyarán, bármilyen meglepő, egy nem ismert márkánál, és főleg, hogyha nem high-end termékről van feltétlen szó, nem egy drága termékről, nem érdemes föntre raknunk a terméklogót, mert pont hogy azzal ártunk a márkánknak, hogy oda központi, felső helyre rakjuk. Ugye a márka karakter, amit említettem, egy állati izgalmas téma a csomagolás tervezésnél, így embernek kell mondani a márka karaktert, akkor nagyon nehéz hirtelen erre válaszolni, viszont nem olyan rég egy elég híres magyar terméknek a márkáját kezdtük el megújítani, és ennek most a tervezési és kutatási szakaszában tartunk, és ott vettük észre, hogy a termék márkájukon a karakternek a szemkontaktusa nem jön létre a vásárlóval. És bármilyen érdekesen hangzik, a márka karakter, például egy Nesquik Nyuszi, nem mindegy, hogy az a Nesquik Nyuszi az hova néz. Végig kell vizsgálnunk. A Nesquik ugye gyerekeknek szól főleg kakaó, és hogyha megvizsgáljuk egy Nesquik Nyuszinak a szemét, akkor olyan, mintha az előtte lévő kakaóba nézne, de közben lefelé néz. Egyetlen okból kifolyólag, mert a kisgyerek a termékpolcot lentről nézi, és így jön létre a szemkontaktus a márka karakter és az ember a vásárló között. Ezzel bizalmat szavaz neki, ezzel ő úgy érzi, hogy őt szólítja meg, szinte néz engem, szüksége van rám és nekem is arra a termékre. Amint ezt a szemkontaktust létrehoztuk, egyszerűen számokban mérhető az a vásárlási elköteleződés, hogy mennyivel többen fognak bizalmat szavazni annak a márkának. Ha a felnőtteket nézzük, akkor meg egy Coccolino például, ő neki egész más felé néz, mint a Nesquik Nyuszi. Egyszerűen azért, hogy a szemkontaktust az ő számára létrejött, vagy ő meghatározott buyer personával fel tudja venni. Coccolino Maci, légies, könnyedség, finom illat, felnőttekre nézek, Nesquik Nyuszi, lefelé nézek, mert ott áll a lurkó előttem, akinek szüksége van a kakaóra. Egy nagyon erős termékjellemző még a csomagolásnál, és talán itt lehet a legnehezebben megtalálni azt a területet, és talán sokunkban felmerül, hogy csak az óriások tudják megcsinálni, de egyszer a Coca-Cola mondta azt, ugye az ikonikus üvegéről, hogy ez az az üveg, amit a sötétbe kitapogatva,
de akár összetörve az utcán is felismer az embereknek a 90%-a, mert annyira belénk kivódott. És van egy pár ilyen üveg, elég az abszolút üvegre gondolnunk, a unikumos kerekduci üvegre, a Kikkomannak a kis csepegtetőjére, ugye a szója. Van egy-kettő olyan, amit egyszerűen a védjegyévé vált, és védjegyeztetett is, hogy már pedig ez az üveg az övé, és ez a arculati védjegyé válva, nem csupán textuálisan és grafikailag, hanem formatervezve is egy egyediséget és egyedi márkatulajdonságot sugal. Nyilván, hogyha ránézünk, akkor egyéb színeket is ugye az arculati elemként meg kell, hogy jelenítsünk. Egyből tudunk asszociálni a liláról egy csokira, a pirosról egy üdítőre, de akár formákról, a piros pöttyökről egy desszertre. Ezek mind-mind olyan grafikai és arculati elemek, amikkel együttesen és kontextus vizsgálva, de együttesen tudunk olyan erőt, olyan nyomást helyezni a vásárlónkra, hogy azt mondja, hogy igen, nekem ez kell. És onnantól kezdve, hogy kialakult benne egy márkahűség, onnantól kezdve, hogy bizalmat szavazott, nem csalódott, onnantól kezdve ennek a terméknek nem csak meggyőznie kell, nem csak informálnia kell, hanem emlékeztetni is. És amint emlékezünk erre a formára, akkor most megengedheti magának a Coca-Cola, hogy egy olyan óriás plakátot hoz, hogy csak a Coca-Cola logót úgy görbíti, mint ennek az ikonikus üvegnek a kontúrja. És nincs oda rajzolva, de mégis mindenki azon a nagy piros billboardon látja a szemei előtt, hogy hogyan is néz ki, és pontosan tudja, hogy mit akart ott egyébként a tervező sugalni felénk. A grafikai tervezésnek még egy megkerülhetetlen és nagyon fontos, méghozzá kötelező eleme a textuális grafikai elemek, az az írott szöveg tartalma a csomagolásunknak, ami ugye nem csak abban merül ki, hogy mi ráírjuk, hogy ez egy margarin, vagy ráírjuk azt, hogy ez egy flóra, és ráírjuk azt, hogy milyen márka, hanem ugye vannak kötelezően feltüntetendő elemek is. Ezeknek a kötelezően feltüntetett elemeknek pontosan meg van határozva, hogy a különböző csomagolás méret és beltartalom tömeg alapján minimum mekkora betűmérettel kell lennie, hogy kiírva legyen, az allergéneket mindig külön kiemelve kell közölni, melyik információnak, mely esik információval kell egy látómezőbe kerülni, azaz, ahogy forgatom a kezembe, az eleje, tehát a hascímkén, hátcímkén egybe lássam ezeket az információkat, mert ugye azt határozták meg a törvényalkotók, hogy ezek egymással kiegészítő információk, és nem megkerülhetőek. És ugye hát ilyen a tápanyagtáblázat is, ahol margarinoknál vizsgálták meg azt, hogy nyilván fel kell tüntetni a teljes tápanyagtáblázatot, ez kötelező, de hogy valamennyi információt már az elején is tudjon sugalni a csomagolásunk, anélkül, hogy megfordítanánk és végig olvasnánk, azaz próbálnánk további információkat szerezni. Háromféle típusú csomagolást csináltak ugyanabból a margarinból. Az elsőn a teljes tápanyagtáblázatot oda rakták a margarinnak a sarkába. A másodiknál csak annyit írtak ki, hogy mennyi benne a hozzáadott só. És hogy alacsony sótartalom. Egy pipával. A harmadiknál semmiféle információt nem tartalmazott. Magyarán, hogyha mi információ közlés és mennyiség szempontjából szeretnénk sorrendet állítani, akkor azt mondhatjuk, hogy nyilván az a full információ, hogyha teljes tápanyagtáblázat ott van, utána az, hogy pipa, hogy ehhez nincs hozzáadott só, és ugye a harmadik helyen az végez, hogy nincs semmiféle info, meg kell fordítanom, dolgoznom kell érte, hogy információ csikarja ki abból a termékből. Mégis a vásárlók nem olvasnak annyit a front címkén, bármilyen szomorúan is hangzik, akit már érdekel a termék, megforgatja és elolvassa az egészet. A második helyen lévő, azaz amint csak egy pipa, hogy hozzáadott só nélkül készült a termék, annak volt a legnagyobb fogyási aránya, tehát első helyen azt vitték a legtöbbet, amint csak egy smart choice, egy pipa volt, hogy jó választás, és nincs hozzáadott só, azt vitték, majd utána azt, amelyiken a tápanyagtáblázat, és a harmadik helyen, ahol semmiféle információt nem közöltünk. Úgyhogy amikor valamit mi tervezünk,
akkor nagyon fontos, hogy ne csak befolyásoljuk, hanem feleljünk is meg, és fiktív és hasznos információkat tudjunk közölni mind a hascímkén a frontoldalon, mind pedig a hátoldalon, mert ha ezeket nem tartjuk be, akkor nem is kerülhet polcra a termékünk. Ezért nagyon fontos, hogy ez a design tervezés egy komplex tervezés, nem csak grafikai, nem csak mérnöki, hanem bizonyos szempontból jogi megfelelőséget is kell támasztanunk a termékcsomagolásunkkal szembe. Összefoglalva, hogy a termékmárkát tervezünk, és szeretnénk egy kicsit erősíteni a márka jelenlétünkön az eladó térben, akkor mindig végig kell vizsgálni a dizájnra igaz, örökérvényű három kérdést: kinek, hol és mit szeretnénk eladni. Amint ez egy egyensúlyban és tökéletes kontextusban lévő kommunikációban tudunk felé közölni, akkor a pozícionálás létrejön, se felül, se alul nem pozícionáljuk magunkat, tudjuk, hogy kinek és mit szeretnénk eladni, és ezeket a ki nem mondott, de kódolt üzenetekkel tudatalatt is elmondani, elmesélni, hogy a mi márkánk, a mi termékünk miről szól, mi van benne, mivel leszel te jobb. És innentől kezdve mondhatjuk az egyik kedvenc idézetemet, ami így hangzik, hogy a design mindaddig csupán művészet, amíg nem termel számodra profitot.